A Mázai Fúvó zenekar és vendégei közös száma előzte meg az ünnepeltek bemutatkozását a 70. születésnap alkalmával megrendezett Fúvó zenekari találkozó. Ez a trombita, mely meg annyi fellépést ért meg az első hangszerek között volt, mely megszólalt a zenekar fellépései, és ami ma már csak az időn múlását jelzi, és jelképezi, mázán járjanak bármilyen idők is a világra, a zenélés szentügy. Pece Gábor Karnagy több mint 3 évtizede irányítja a munkát. Én 1991-ben vettem át a Fúvó zenekarnak a vezetését. Előtte rövid időben ment el az utolsó végzett karnagy a zenekartól dolgozni, és úgy gondoltam, mint a katonaságtól leszerelt ember, hogy megpróbálkoznék avval, hogy a régi zenésztársaimmal együtt csináljunk egy jó fúvós zenekart továbbra is. Egyszerűen muzsikálni szerettem volna. És utána ebbe a dologban nyilván bejött a bányász hagyomány ápolás, aztán bejött a sváb hagyományoknak az ápolása, és a Mázai Fúvós zenekarnál úgy gondolom, hogy bejött az is, hogy én valamikor katonatiszt voltam, és ezért a zenekarnak a repertoárján mindig szerepel magyar katonainduló. Margitai János, Baranya megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, a térségben élők számára saját identitásuk megtartásában kiemelkedő szerepe van a zenei gyökereknek. A térséget nézem, Baranyát és Tolnát, két ilyen nagyobb térséget, 300 évre minimum visszatekinthetünk, hisz a felmenőink körülbelül 300 évvel ezelőtt jöttek ebbe a térségbe, hoztak magukkal munkakultúrát, tudás, egzisztenciát, és itt a török kivizése után egy új hazát teremtettek. Na most, hogyha azt nézem, hogy a fúvós zenei kultúra, egyáltalán a zenei kultúrának milyen szerepe van az életünkben, akkor azt mondhatom, hogy valószínű a nyelv után a második olyan tényező a zene és a zenekarjaink, akik igazán identitást adnak nekünk, vagy ezen a zenei kultúrán keresztül az identitásukat őrzik. Én magam is egy olyan hazai német vagyok, aki ebbe a kultúrában nőttem bele. Minden bálon nagynyarádi vagyok a környéken, hát nagy büszkeséggel jártunk még gimnazistaként is bálokra. Ezen a zenén nőttünk fel, és ma is imádom hallgatni. Nagyon sok köszönettel tartozunk azoknak, jelesül mondjuk ennek a 70 éves itteni zenekarnak és azoknak, akik itt fellépnek, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy az a kultúra, ami a felmenőinké volt, az a miénk is legyen. Nekünk ehhez persze tennünk kell, gyakorolnunk kell, játszanunk kell, meg kell tanulnunk a zenét, hogy a kultúrát a sajátunknak tudjuk. Ahogy a beszédemben itt elmondtam, egy ingatlant, egy autót, én a felmenőimtől megörökölhetek. A kultúra nem ilyen, ahogy Kodály Zoltánra hivatkozva mondom. A kultúra elsajátításáért nekünk naponta tennünk kell, mert egyébként az elpárolognak. Ritter Imre az országgyűlés német nemzetiségi szószólójának véleménye szerint az ilyen múltú zenekarok minden esetben példát mutatnak az utókor tagjai számára. A nemzetiségi élet lényege pont az, és mindig azt mondom, hogy nem csak a tragédiáinkra kell emlékeznünk, nem csak arra kell, hogy igen, sokat dolgozunk, következetesek vagyunk, minden helyzetből fölkelünk, hanem meg kell élni a mindennapjainkban. Meg kell élni azt, ami örömet ad. A gyerekeknek is olyan programokat csinálni, olyan rendezvényeket, ahol jól érzik magukat, ahol megélik a nemzetiségi mi voltjukat, mert ezt ilyen ráolvasással vagy házi feladatként ezt nem lehet csinálni. És ebben nagyon fontos szerepe van egyrészt a nemzetiségi intézményeknek, másrészt pedig pont a kultúregyesületeknek, hiszen sajnos az a valamikori 3 generációs családmodell, ahol a
a nemzetiségi tradíciók, hagyományok, kultúra, nyelv átöröklése az a mindennapok természetes része volt. Ez sajnos ma már teljesen feloldódott, a generációk nem élnek együtt, és már a gyerekek nagyon sok mindent otthonról nem tudnak megkapni, ezért nagyon fontosak az egyesületek, kultúregyesületek. Úgy hiszem, hogy Máza Szászvárnak és utána Mázának mindig is az volt, amikortól zenekar volt 1952-től. A bányásznapok, a május 1-ék és minden egyes falusi ünnep, amin a fúvós zenekar kiállt, az összes minősítő hangverseny a megyébe és az országban, amin a fúvós zenekar részt vett, mind-mind elvitte Mázának, Szászvárnak, illetve Máza Szászvárnak egy időben a hírnevét. És gyakorlatilag én úgy hiszem, hogy ez most is így van, hogyha valahol a Máza község neve elhangzik, vagy a valamikori Máza-Szászvári foci csapatra emlékeznek, vagy pedig a mázai fúvós zenekarra.